Dr. Hegyi Ilona, Potrik Irén, Dr. Dézsi Csaba András és Szűk Norbert festőművész alkotásaiban nyílt kiállítás csütörtökön a Bartók Béla megyei művelődési központban. A tárlat a Beteljesült álmok címet kapta, amely, ahogy a művészek mondták, találó névnek bizonyult. A művészet az a érzelem látvány ötletnek a úgymond mezgyén halad. Én mind a hármat szeretem megmutatni, tehát az érzelmeimet, akkor a ötleteimet, illetve a látvány. Effektíve. Volt egy mesterem, aki Váradi Lajos volt, győri festőművész, már annak idején nagyon-nagyon régen meghalt, én 10 éves voltam, amikor ő fölkarolt, és az ő közel lakott éppen a Dézsi Csaba Andráshoz, és az ő úgymond szárnyai alatt nevelkedtem. És én nagyon energiadús vagyok, mint az apukám is volt, ugye a fotoriporterek azért meg az újságírók pörgősek. Én is örököltem úgymond ezt a pörgősséget. Ezért szoktam néha elmenni úgymond Bali szigetére, ott is élek, ahol megnyugszom. Az ünnepségen a Ballaica Kamarakórus, P. Nagy Gabriella, valamint Adamec László előadó művész szórakoztatta a közönséget, majd az alkotók is elmesélték, hogyan kerültek kapcsolatba a művészettel. Régóta szeretnék gitározni, festeni, tulajdonképpen rózsavész lettem, ahogy ember orvos, legszívesebben, talán még ma is. És mindig azt szoktam mondani, hogy a szimpatizáléssel foglalkozunk, hogy valójában, amit csinálunk, az művészet, hiszen mi is megfestjük az ereket, tehát hogy festők vagyunk, csak hát ugye ott a vonalvezetést az erek adják, és amit csinálunk, az önmagában művészet. És ugye nagyapám nekem szintén orvos volt, az egyik és ő is festett, és aránylag egészen vagy falusi közvetlen orvos volt, egészen szépen festegetett, és hát ugye dolgozott bennem. Egyszer ügyeletben az egyikével elkezdtem beszélgetni pár évvel ezelőtt, mondom, hogy de szívesen tanulnék én festeni, aztán miért nem jössz el hozzánk a hajnyhoz, és akkor ott megtanulhatnál. Úgy hát, soha nem volt ezt a kezemben. A kiállítás július 10-ig lesz látható a Bartókban.